Továbbra is diákokat hallgatunk meg, egy kicsit idősebbeket. Egyetemi hallgatók közül a Független Diák Parlament volt az, amelyik először állt a Herman Otto Gimnázium kezdeményezése mellé. Képviseletükben Tóth Réka fog felszólalni, és a molinójukat Kálovics Enikő és Contreras Roberto fogja tartani mögötte. Parancsoljatok, tiétek a dobogó. Tisztelt tüntető egybegyűltek! Tóth Réka vagyok a Független Diák Parlament képviseletében. Mi is azért jöttünk, hogy elmondjuk, baj van. Az oktatási rendszer, mint ahogyan azt sokan már észrevették és elmondták, súlyos gondokkal küzd. A problémákat számtalanszor kimondták és meghallgatták már, és mind egy pontra jutottunk. A rendszer elavult, mindenki túlterhel, a keretlanterv pedig nem felel meg a 21. századnak. Hány órán beszélünk kortárs költészetről, vagy populáris kultúráról, ami nagy mértékben meghatározza a jövő, a társadalmunkat. Mi nem matematika vagy fizika órákat szeretnénk, hogy beszüntessék, de pont a mi életünk hiányzik a tananyagból. Egy nagyon fontos kérdésem lenne. A diákokat meghallgatták? Megkérdezték az ő véleményüket? Kedves tanárok, nem csak az állam hagy minket figyelmen kívül. Amikor a pedagógusok és a szakszervezetek döntéseket hoznak, bármilyen jó és építő legyen is a szándék, pont azokat nem kérdezik meg, akikre ez az egész majd hatni fog. A diákokat, akikre a rendszer épül, akikre a jövő épül, akiket az oktatás létezik. Én Hermanos diák voltam még egy pár éve. És rendkívül büszke vagyok rá. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy ott tanulhattam, tanáraimra, és arra az intézményre, amelyik felismerte, hogy ez így nem mehet tovább. És ez az, amiért figyelmet kapott a nyíltevelük. Mert tudják, hogy a jövőnk alapjai a diákok. Mi, a Független Diák Parlament, egy pártpolitikától független diákérdekképviselet vagyunk. És egy olyan oktatási rendszerrel dolgozunk, ahol egyes iskolatípusok nem elitizáltak. Ahol mindenki a legjobb lehetőségekhez hozzáférést és támogatást, nem csak anyagi, szellemit is. Ahol integrált oktatás folyik, és mindenki egyenlő esélyekkel indul. Ezért most, ezen a fogadó órán követeljük, hogy igenis vegyenek minket számba. A mi szavunk is számít, hiszen minden egyes döntés elszenvedői mi vagyunk. Diákok nélkül nincs oktatás. A mai napon vissük az emlékezetünkbe. Egy jobb jövő csak olyan diáksággal érhető el, aki nem zombi 40 órai iskolai munka után, a rengeteg házi és az agyunkba túszkolt felesleges ismerethalmok után, olyan diáksággal, akik nem égnek ki, mire befejezik a tanulmányaikat. Akik nem feszültségkörben kell, hogy tanuljanak. Olyan iskolákat akarunk, ahol érekvilám gyerekek és diákbarát pedagógusok hemzsengnek, akik nyitottak a másik problémájára. Ne a tananyag mennyiségét növeljük, hanem korszerűsítsük azt, hiszen csak így hozhatunk létre a mai világban is versenyképes társadalmat. Nem hagyhatjuk, hogy felső hatalmi harcok által meghozott döntéseket, amik a gyakorlatban csődöt mondtak, mint mi szenvedjük el. Mi a Független Diák Parlament diákok vagyunk, közülük vagyunk, mi a diákokért vagyunk. Folyamatosan kutatunk, felmérünk, dolgozunk, hamarosan mi is bemutatjuk javaslatcsomagunkat törvénymódosításhoz. A Herman Otto Gimnázium és az ott tanító pedagógusok olyan útravalót adtak számomra, ami hozzájárultak ahhoz, hogy most itt állok. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan oktatást kaptam, amit minden gyermek megérdemel. A Független Diák Parlamentben azért dolgozunk, hogy az ország minden egyes gyermeke számára nem csak elérhető, hanem természetes legyen a minőségi oktatás. És tanulmányai befejezése után úgy gondoljam vissza iskolájára és tanáraira, mint én. Legutolsó sorban ne felejtezzünk el a kollégiumokról, az óvodákról, a szakiskolákról és a pedagógusi munkát segítő dolgozókról. De legfontosabb, hogy ne felejtezzünk el a diákokról. Köszönöm szépen!